Köszöntöm nézőinket, a Telena magazint látják. Első hallásra talán nem tűnik hálás témának, én mégis annak éreztem a következő riportot akkor, amikor felvettük. Sajnos még mindig sokan vannak, akiknek ünnepekkor is nehezen vagy éppen hogy csak kerül étel az asztalukra. Szívmelengető viszont, hogy Tolnán őket sem felejtik el azok, akik tenni tudnak. A helyi Karitásznak köszönhetően a város katolikus templomában idén is megtartotta misével egybekötött jótékonysági hangversenyét a Mözsi Bartók Béla női kar. Minden évben jótékonysági hangversennyel készülünk erre az ünnepre. Szent Erzsébet a mi védőszentünk, és úgy ünnepeljük meg az ő ünnepét minden évben, hogy visszamenőleg is több alkalommal a Mözsi Bartók Béla női kar ad jótékonysági hangversenyt ebből az alkalomból, és olyan jótékonysági hangverseny, ami tulajdonképpen a szegények megsegítésére szól. Ennek a bevételnek a hozományából tudunk mi majd karácsonyra a szeretett csomagokat elkészíteni a város rászorulóinak. Ez a gyűjtési akció ezzel a nappal elkezdődik. Folytatódik majd a következő héten a templomban is, és a helyi boltokban végzett gyűjtéssel, aminek a következtében összegyűlik egy akkora összeg, illetve akkora tartós élelmiszer, amiből tudunk majd karácsonyra vélhetően 200 családnak szeretett csomagot készíteni. Ezzel kezdődik végül is a Szent Erzsébet ünnepkör. Ez a mai nap nekünk is ünnep, minden a csoportunknak is. Karitás csoportunknak a megalakulása 7 évvel ezelőtt ezen az ünnepen történt, és minden évben ezt a születésnapot is ünnepeljük. A létszámunk, ez kicsit változik, mert mindig van újak felétele, és van sajnos, akik már nem tudják ezt olyan aktívan végezni a csoportunkban, hiszen az évek során ez természetes. Megvan, aki elköltözött, már máshol lakik, stb. De mindenki megtalálja magának a helyét a csoporton belül, ha nem ebben az aktív gyűjtési és osztási munkában, akkor másban. Ami nagyon örömteljes, hogy fiatal csatlakoznak hozzánk, és kialakulóban van egy ilyen ifjúsági csoport, akinek az egyik ismertebb alakja végül is a Karitász csoportunknak is már a tagja lesz, és a fiatalok csatlakozhatnak ehhez a csoporthoz, nem feltétlenül rögtön fogadalomtétellel, hanem dolgoznak a munkában, részt vesznek, és utána úgy gondolják, hogy karitászosok szeretnének lenni, akkor a Karitász junior csoportnak lehetnek a tagjai. A fiatalokban is az a tenni akarás megvan. Jót tenni, látják, hogy szükség van az embereknek arra, hogy
hogy bizonyos mértékig segítsék őket, akár ruhával, akár élelmiszerrel, és azt hiszem, hogy mindenkiben, fiatalban, már a kisgyerekben is megvan ez az érzés, hogy adni jó. És ezt az érzést, a tenni akarást tudjuk tulajdonképpen megköszönni azoknak a gimnazistáknak is, akik minden évben segítik a gyűjtési munkálatainkat, illetve az egész évi munkánkban besegítenek. A Tolnai Gimnáziumnak a tanulói elsősorban, de máshonnan is jönnek gimnazisták, akik az önkéntes munkájukat nálunk a Caritasnál végzik. Végső nyugalomra helyezték a tolnai temetőben Pirgi Józsefnek, a városnéhai alpolgármesterének, a Tolna megyei önkormányzat egykori képviselőjének hanvait. A gyászszertartáson Pirgi József rokonai és szerettei mellett egykori kollégái, tanítványai közül is több százan vettek részt. Pirgi József 1948. december 26-án született, az általános iskolát és a gimnáziumot is Tolnán végezte, majd 1990-től ugyanitt volt a helyi gimnázium igazgatója. 2008-ban vonult nyugdíjba, de az elmúlt tanév végéig tanított óraadóként más középiskolákban is. A tolnai képviselőtestületben 1998 óta dolgozott, 2014-től pedig Tolna társadalmi megbízatású alpolgármestereként tevékenykedett. Nem volt elég jelentkező a város által főiskolásoknak és egyetemistáknak kiírt ösztöndíj pályázatra. A pénz jelentős része ezért most bent ragadt, aggodalomra viszont semmi ok, aki a ki nem osztott ösztöndíjakra jövőre újra lehet pályázni. Még szeptemberben döntöttek a város képviselői arról, hogy egy pályázati lehetőséggel élve a városban élő főiskolai és egyetemi hallgatók számára ösztöndíj lehetőséget írnak ki. Az ösztöndíjra hátrányos helyzetű 18 és 25 év közötti fiatalok pályázhattak. Ezek mellett csak az volt feltételnek megszabva, hogy a hallgató nappali tagozaton tanuljon, és hogy a tanulmányi átlaga elérje a 3,7-et. Összesen 1 millió forint állt rendelkezésre szemeszterenként. Nagyon rövid lesz most a beadási határidő, hiszen közeleg az év vége, és az októberi testületi ülésen október végén szeretne a képviselőtestület dönteni, és nyilvánvalóan a nyertesek része, a pályázók részére, nyertes pályázók részére az ösztöndíjat átutalni. A képviselők a terveknek megfelelően nem egészen egy hónappal később az októberi képviselőtestületi ülésen döntöttek is a beérkezett pályázatokról. Én megmondom őszintén, meglepődtem, hogy mindösszesen 5 pályázat érkezett be, ebből 4 volt érvényes, az 5. nem volt lezárt fél éve, ugye nincs lezárt fél év, akkor nincs tanulmányi átlag, felsőoktatásban elért tanulmányi átlag, úgyhogy én őt biztatom arra, hogy jövőre újra pályázzon. Az ösztöndíjban most részesülő diákok több 10 000 forintot kapnak a helyi önkormányzattól a tanulmányaikhoz. 2x100 és 2x70 000 forint kiosztásáról döntöttünk. Nyilván itt a tanulmányi eredmény szociális rászorultság számított, és a fennmaradó összeget pedig ebben az évben már nem írjuk ki újra, hanem a jövő évi 1 millió forinthoz hozzá csatolva, akkor értelemszerűen az 1 millió több mint 1 600 000 forintot két részre bontva márciusban és szeptemberben fogunk újra pályázatot kiírni, ugyanezekkel a feltételekkel, de úgyhogy most még mindenkinek van lehetősége, hogy a vizsgákon mindenképpen el tudja érni azt a tanulmányi átlagot, ami ehhez szükséges. Nyilván itt a március és a szeptember azért érdekes, mert akkor már mindenkinek van egy lezárt fél éve, és akkor kezdődik az új, vagy majdnem akkor kezdődik az új. Úgyhogy biztatom a felsőoktatásban tanulókat, hogy éljenek a lehetőséggel, akár 100 000 forintot is fél évenként kaphatnak. Tekintettel arra tehát, hogy a beérkezett pályázatok nem merítették ki az idei évre szánt keretet, ezért a bennmaradt pénzre jövőre így újra lehet pályázni az akkor esedékes újabb 2 millió forinton felül. Ingyenes koncertet ad december 8-án este a Gimes 7:30-tól a Tolnai Kulturális Központban. Az adventi koncert során két különálló produkció összevonásával Szarka Tamás és zenekara, valamint a Gimes zenekar fúziójával egy megújult csapat várja a közönséget a 35 éves zenekar koncertjére. Most néhány perc reklám következik, de maradjanak velünk! Érezze magát otthon a világban!
A Neckermann helyi partnere a Romcar Travel két helyen, Tolnán a Penny Markettel szemben és Szekszárdon a főpostával szemben várja az utazni vágyókat. Hamarosan indulnak egynapos adventi autóbuszos járataink Európa nagyvárosaiba. Töltsenek kellemes napot a bécsi adventi forgatagban, kukkantson be a csoki gyártás folyamataiba, vagy vegyen részt a Schönbrunni kastélylátogatáson. Akik már megcsodálták a karácsonyi pompába öltözött osztrák fővárost, azoknak Grácot vagy Kassát és az idei év újdonságát, Zágrábot kínáljuk. Ne hagyja ki ön sem, 6.990 forint per fő részvételi díjtól foglalhatóak útjaink, és már 13 városban tud csatlakozni országszerte. Ne feledje, mi azért vagyunk, hogy ön otthon érezze magát a világban. Nézzen be hozzánk, vagy keresse fel Facebook oldalunkat, ahol kiemelt akciókkal várjuk. Autója elromlott? Időszakos kötelező szervizre van szüksége? Vagy csak ellenőriztetné járműve állapotát? Továbbra is várja ügyfeleit Tolna megye első hivatalos boskár szervize, az Antal Service Kft. Autóját prémium minőségű Bosch alkatrészekkel javítjuk, amelyekhez akár egy év gyári garanciát kaphat. Bosch Assistance szolgáltatásunk keretében meghibásodott járművét ingyenesen beszállítatjuk szervizünkbe. Vállalunk továbbá műszaki vizsgáztatást és eredetvizsgát személygépkocsira, motorra, mezőgazdasági és lassú járműre, tehergépkocsira 3,5 tonnáig, utánfutóra és pótkocsira. Teljes körű számítógépes diagnosztizálás, gumijavítás, centírozás. Benzines befecskendezők javítása, karosszéria munkák. Partnercégünkkel vállaljuk gépkocsi a fényezését. Gyors, precíz ügyintézéssel, helyszíni biztosításkötéssel, nagy szakértelemmel és több éves tapasztalattal vár mindenkit az Antal Service Kft. Tolnán, a Szedresi utcában, az Autómosó és a Tesco között. Telefon 540-703. Jogosítványt szeretne? Kapcsoljon velünk turbofokozatra! Autós iskolánkban moped, motorkerékpár, személy- és tehergépkocsi, valamint nehézpótkocsi kategóriában állunk rendelkezésre gyakorlott oktatókkal. Klimatizált tantermeinkben számítógépen zajlik a vizsgafelkészítés, de vállalunk távoktatást, e-learninget is az összes kategóriában. Részletfizetés lehetséges. 20 éves korig 25 ezer forintig állami támogatás is igénybe vehető. Kapcsoljon velünk turbófokozatra, Turbóautós iskola Tolna, Deák Ferenc utca 5. Folytatjuk is a Telena magazint. Szentmártonra emlékeztek nemrégen a most felújított Tolnamözsi zöldkertovéba járó gyerekek. Ebben az óvodában Márton napjának komoly hagyománya van, mutatjuk is miért. Szentmárton napjához évszázadok óta sok babona és hagyomány kötődik, melyeket a mözsi zöldkertovodások minden évben rendre felelevenítenek. 43 gyerekünk van az óvodában, ezen a héten készültünk rá, mert projekthetet szerveztünk. Projekthét keretein belül próbáltuk feleleveníteni Mártonnak történetét, a hagyományokat, a népszokásokat. Próbáltunk minél nagyobb élményt szerezni a gyerekeknek. Egész héten programokat szerveztünk, hétfőn már egy összbúcsúztató táncos műsorral, aztán kreatív műhelyünk volt, barkácsoltunk, mártonlámpást készítettünk, volt sok mese, voltak versek, vendégeskedtünk az iskolában, német színházban vettünk részt, és a mai programot pedig a család bevonásával zárjuk. A népszokásban úgy tartják, hogy ha Szent Márton fehér lovon érkezik, vagyis Márton napján havazik, akkor enyhetélre számíthatunk, de ha, ahogy régen mondták, barna lovon nyargalászik, vagyis nem esik a hó, akkor hideg és hóval teli téli hónapok várnak ránk. A zöldkertovodában hetek óta nagy volt az izgalom, a kicsik már jóval a mártonnapi felvonulás előtt elkezdtek foglalkozni az ünneppel. A gyerekek és a pedagógusaik egyébként nem csak mártonnapja kapcsán elevenítettek fel régi hagyományokat, itt egész évben komoly hangsúlyt fektetnek erre. Nagyon fontos, mint a magyar, mint a német hagyományok ápolása, ugyanis német nemzetiségi óvoda vagyunk, gyönyörű népviselettel rendelkezik az óvodánk, gyakran fel is lépünk benne. Thank you.
egy nap, miután megvendégeltük a vendégeinket, lámpás felvonulást szerveztünk, és utána közösen jövünk vissza újra az óvodába. Fontos rangadót nyert meg két héttel ezelőtt a Tolna VLC Bonyhádon a bajnoki címért folytatott versengésben. Ezt követően legutóbb a Mumus Dombovár ellen vesztett Buzás Attila együttese, amivel nem tudta megerősíteni első helyét a táblázaton. Mai összefoglalónkban a bonyhádi győzelmet elevenítjük fel. A piros mezben pályára lépő hazaiak birtokolták többet a labdát már az első fél időben. Ami egyébként a listavezető Tolnát különösebben nem zavarta, taktikai okokból is hagyták adogatni a kékek a tér felett átlépő Bonyhádot, amelynek játékosa azért sok oldalpasszal valahogy eljutottak a 16-osig, de komolyabb gólhelyzetig egyszer sem. A gyakran alkalmazott pressingből két-három húzásos tolnai kontrák sokkal veszélyesebbek voltak. Igaz, nem egy ilyen akcióból, hanem egy jól eltalált átörésből szerezték meg a vezetést a tolnaiak. Egy baloldalról elvégzett kapu közeli szabadrugást követően a rövid felszabadításra a paksiak, mint utólag kiderült, ezen a meccsen legveszélyesebb támadója Szili István érkezett, egy igazítás után ballábbal kilőtte a sarkot. A bonyhádiak tartalék kapusa nem ért oda a nem túl helyezett, de nagy erejű kapu közepébe tartó lövésre. Nem sokáig váratott magára az újabb tolnai gól, ami egy tipikusan Buzás Attila csapatára jellemző volt. Az egyérintős, mélységbe történő kiugratás után Szili tempó előnyét a védőkkel szemben tudatosan feladta, oldalra, majd visszafelé cselezett, aztán mondhatni zseniális helyzetfelismerés és rugótechnikai kivitelezéssel átnyeste a labdát a kint álló kapus fölött a hosszú sarokba. A megye egyben egy csatártól ritkán látható ilyen gól. A félidőben Bonyhád Tolna 0-2. A második félidő első negyedórájában a Tolna a kinyíló hazaiak védelmének köszönhetően eldönthette volna már korábban a meccset, ám kimaradtak a helyzetek. A bonyhádi erőfeszítések egyikét azonban siker koronázta. Máté Róbert tértől elő átadása után a bal oldalról a jó ütemben a bal összekötő helyen érkező Genzele Kornélhoz került a labda. A csatár mintegy 12 méterről küldött lövése egy tolnai védőn megpattanva kötött ki Bildhéber kapujában, Bonyhád Tolna 1-2. Nem tudott élni ezzel a lélektani lehetőséggel a Bonyhád, a jóval veszélyesebb tolnai kontrák egyike még jóval a befejezés előtt eldöntötte a forduló kiemelt rangadójának sorsát. A fülge léptő Pál Alex lecsapott egy labdára, lefutotta a védőket, majd tisztán az üresen maradt Szilihez passzolt, aki ezzel mesterhármast elérve beállította a végeredményt, Bonyhád Tolna 1-3. A Tolna ezzel a győzelemmel 4 pontra ellépett a harmadik helyre visszaesett Bonyhádtól, és megtartotta egy pontos elényét a Tamásival szemben az első helyen a táblázaton. Szili István nem csak mesterhármasával, de minden megmozdulásával kiemelkedett a megyei rangadó teljes mezőnyéből. Három különböző gól volt, az első igazából csak egy szögletből egy visszarúgott labda volt, ott arra koncentráltam, hogy ne találjak-e senkit, ne pattanjunk ki senkiről, kaput találjam-e, jó erősen eltaláltam a labdát és hálót fogott. Hát igazából, ha kellene választanom, a második gólom talán, amit kaptam ugye egy hosszú indítást. És azonnal felismerted, hogy nem kell passzolni. Hát egyrészt talán az én meglátásom szerint nem is tudtam volna hirtelen kinek passzolni, meg ahogy felnéztem egy pillanatra, láttam, hogy jön ki a kapus. Láttam, hogy alacsony is a kapus. Úgy voltam vele, hogy visszaveszem a labdát, nem harcolok tovább a védővel, és megpróbálom átemelni. Hál' Isten sikerült. Én igazából háromból, hogyha választhatnék, nekem ez át a szívemhez közel. A harmadik az egy tipikus tolnai kontra volt, amikor mélységbe két húzással kényszerítővel mattolják egy fellazult védelmet. Pál Achilles volt, aki oda tárolt. Így van. Achilles nagyon sokat dolgozott ma is, mint minden meccsen hozzáteszi a 100 vagy 120%-ot akár. Hát hál' Isten, nagyon gyorsak vagyunk előre. Csapat nevében is beszélhetek, és hát szinte majdnem minden meccsen ebből nagyon sok helyzet adódik. Ezeket, amikor ki tudjuk használni a nagy részét, akkor sikeresek tudunk lenni. Buzás Attila edző az ő maximalista kritikus szemével sem talált ezúttal kivetni való csapata játékában. Ha kellett, letámadtak, gyorsak, energikusak és taktikusak is voltak. Egy szóval mindenben jobbak voltak ellenfelüknél.
tudtuk, hogy ők szeretik ezt a labdatartó játékot, illetve a támadó játékot. Egy picit mi változtattunk a miénken, hiszen mi is ezt szeretjük, bevallom őszintén. De buktunk itt el olyan mérkőzést, hogy mi voltunk a kezdeményezőbbek, illetve az attraktívabbak. Most nem engedtük meg ezt magunknak, én gratulálni tudok a fiúknak, ez nagyon érett játékot mutattak be. Valószínű, hogy benne volt az is, hogy így elsőre ez egy érdekes dolog volt, de nagyon jól sült el, nem hinném, hogy mi mindig így fogunk játszani, de most bejött, és hál' Istennek volt egy-két olyan jó teljesítmény, ami meg mindenképpen megsüvegelendő. Azt szokták mondani, hogy az okosabbak, mint én, az okos edzők, nyilván van belőle sok az országban, hogy mindig annyit tudsz játszani, amit az ellenfél enged. Hát úgy látszik, hogy az ellenfelek most az utóbbi egy hétben belőlünk jól felkészültek, tudják, hogy mik azok a pontok, amiket amik nekünk kardinálisak az előrefele játékunkban, úgyhogy nem tudom, vannak ilyen szituációk, most utóbbi két mérkőzésen a támadójátékunk akadozott, biztos ez dicséri az ellenfeleket is, hiszen más egy alacsonyabb rangsorolt ellenfél ellen játszani, mint a közvetlen riválisainkkal szemben. Ez a Tolna, ez egy jó csapat, jól küzdöttek, tették a dolgukat, én azt gondolom, hogy még megérdemelten is nyertek, ezúton gratulálunk nekik. Én azt gondolom, hogy nem ez ettől a meccstől dől el a bajnokság. Most kétszer kikaptunk, fájó, hogy két riválistól szenvedtünk vereséget, de hát a foci az ilyen, tehát mindig nem tudunk nyerni. Ezek a szép feladatok, innen kell fölállni, mindig kell valami pozitívumot keresni az ilyen vereségekben, és mondjuk a maiba sokat nem tudunk keresni egyébként, mert ebből nem lehet, de van még vissza az őszi szezonból, illetve az őszi körből három forduló, nyilván azt meg szeretnénk nyerni, aztán meglátjuk, hogy ez mire lesz elég. Jön a következő fordulóban a Dombóvár, amely egy kicsit a Tolnának már a mumusa, egyébként akkor sem ők nyertek eddig, ha éppen jobban játszottak náluk. Nem az elért konkrét eredmények a legfontosabbak egy gyermek karate versenyen, de egy értékmérő regionális nagyszabású eseményen, mint amilyen a bátaszéki rendezvény is volt, azért az itt elért eredmények, tapasztalatok jelzésértékűek. A Tolnai Karate Klub számára mindenképpen. Ígéretesen alakulgat a következő karate generáció Tolnán, illetve vonzás körzetében Faddon. Az évvégi kimondottan kisebb gyerekeket, kezdőket megcélzó nagyszabású bátaszéki versenyen 20 kis karatékával már jelen volt a tolnai, illetve a faddi szakosztály. Ez már az idei év tolnai toborzó munkájának kézzelfogható eredménye. Egész jól állunk az utánpótlás vonalon, hiszen az utánpótlás gyerekek, mint ahogy a helyszínen is látszik, elég sok gyerekre el tudtam jönni, összesen 20 gyereket neveztem a mai versenyre. Nem panaszkodom, lehetne nyilván jobb is, szeretném is, hogy egy picit magasabbra fel tudnám emelni a létszámomat, hiszen a 2019-es évben új tervén vannak, és egyfajta imidzsváltás történik a klubon belül, és szeretnék felállítani egy A és egy B versenyzői keretet, ami alapján majd delegálom a versenyzőket a különböző magasabb kvalifikáció versenyekre. Ennek a bátaszéki versenynek egyfajta rangsoló szerepe is volt számukra. Már abból a szempontból, hogy a B verziójú felállítandó tolnai csoportba kik is kerülnek majd be 2019-ben. Az A verzió az mit jelent? Az A verzió az főleg ugye Magyarországon megrendezésre kerülő nemzetközi versenyek, magyar bajnokság, diákolimpia. A B verziónak főleg a diákolimpia lenne a csúcsverseny, illetve az egyéb gyerekversenyek, mint például ez a mai rendezvényünk is. Szarka Bence a tolnai faddi karate képzeletbeli piramisának már a csúcsán helyezkedik el. Katázik, de már a küzdelembe koncentrál, az utánpótlásban már a felsőbb korosztályhoz tartozó karatéka. Szeretnék formagyakorlatban is eredményeket elérni, de én inkább a küzdelem felé orientálódok. Amit Bálcaszéken mindjárt a verseny kezdetén győzni tudott korosztályában a formagyakorlatokban. Nagyon jó érzés, hogy első hely lettem, nyilvánvaló. Nem voltunk olyan nagyon sokan, egy kata kellett csak. Aha. Nem volt olyan szoros a verseny, de végül is fejlődtél. Mennyiben erősebb vagy, tehát anyagerősebb a gyakorlatod? Igen. És a kivitelezés, ez tulajdonképpen visszanézett tükörből is. Mit mond Bali Ervin, amikor a katát bemutatod edzésen? Hát meg van velem elégedve, nagy átlagban, és szerintem én úgy érzem, hogy én is sokat fejlődtem. Milyen alkat vagy edzésen,
nyugodt körülmények között bemutatsz valamit, azt tudod élesbe verseny között, körülmények között, és nem izgulod túl maga? Hát versenyeken izgulni nem szoktam, de van olyan, hogy amit például edzésen nem tudtam megcsinálni, azt versenyen meg tudtam csinálni, illetve ez fordítva. Te az a versenyző vagy, aki hajlandó vagy naponta is egyszer edzeni, ezért hajlandó vagy Tolnára átutazni hadról? Igen. Hetente négyszer vagy háromszor megyek edzésre. Szerdánként a iskolai dolgok miatt nem mindig tudok elmenni. A küzdelem a szíved csücske. Milyen sikerélményeid vannak már, és mit mutatnak a súlycsoportodban mutatott eredmények, erőviszonyok, ahova eddig elmentetek? Gyakran voltam már a dobogón bármelyik fokán, és hát úgy érzem, hogy egyre jobb vagyok. Többen is persze saját képességeik határain belül hasonlót érezhetnek, mondhatnak el magukról egy ilyen nagy létszámú, jó hangulatú értékmérő verseny után, mint a Váltaszéki volt. Most az a célunk, hogy minél több meccset nyomjanak a gyerekek, minél többet lássunk belőlük, ők jól érezzék magukat, sikerélménnyel gazdagon menjenek haza, és ezáltal próbáljuk lelket önteni belőlük, hogy fontos az, amit csinálunk, fontos az, hogy közös team munkában végzünk gyerekek meg edzők. Hát a szülőnek pedig azt gondolom, hogy ez egy lehetőség arra, hogy a gyereket megmérettessük, nem csak a hazai klub események, illetve vizsgálkolása a gyermekét, hiszen itt egy nagyon jó közegben, egy nagyon jól megszervezett versenyen, tényleg egy profi színvonalon, magyar bajnokság színvonalán megtartott eseménynek lehetünk a tanúi. Úgyhogy a szülő azt gondolom, hogy ennél rosszabb színvonalú versenyre nem szabad, hogy elvigye a gyerekét versenyezni. A Tolnai Klub időközben részt vett két már minőségének mondható versenyzőjével, Veres Ádámmal és Szászi Katával, a szerbiai Nízsben lezajlott Sotokán Európa bajnokságon. Már ennyi fért a Telena magazinba, köszönjük, hogy minket néztek, tegyenek így legközelebb is, viszontlátásra!